A Bibliánkat a Bírák könyvénél nyissuk ki. Habár éppen arról olvastunk, hogy ugye felálltak Isten igéjének az olvasásánál, most elég hosszú szakaszt kért a testvér, úgyhogy ezt majd ülve fogjuk végighallgatni. Ez a teljes 13. fejezet, és a 14. fejezetnek az első 9 versemélyt. Tehát ezt fogom felolvasni, ezt most hallgassuk ülve. Tehát a Bírák könyvéből fogok olvasni, és a 13. fejezet első versén kezdem Isten igéjének olvasását. A jelzeten így szól Isten igéje hozzánk. Az Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a filiszteusoknak kezébe adta 40 esztendeik. És élt ebben az időben egy férfiú, Szórából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoach, kinek felesége magtalan volt és nem szült. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondta neki, íme most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz. Azért most megoljad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant. Mert íme terhes leszel, és fiat szülsz, és beretve ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz, az a gyermek anyjának méhétől fogva, és kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének mondván. Istennek egy emberre jött hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgy, hogy meg nem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondta meg nekem a nevét. És mondta nekem, íme terhes leszel, és fiat fogsz szülni. Azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalan ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek, anyjának méhétől fogva halála napjáig. Manoach pedig az Úrhoz könyörgött és mondta, kérlek, Uram, az Istennek amaz emberre, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. És meghallgatta az Isten Manoach kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az asszonyhoz, mikor az a mezőn ült, és ez a férje Manoach nem volt vele. Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszélte a férjének, és mondta neki, íme megjelent nékem az a férfiú, aki a múltkor hozzám jött. És felkelt, és elment Manoach az ő felesége után, és mikor odaért ahhoz a férfiúhoz, mondta neki, te vagy az a férfiú, aki az asszonnyal beszélt, aki ez asszonnyal beszéltél, és mondta, én vagyok. És mondta Manoach, ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő. Az Úrnak angyala pedig mondta Manoachnak, mindentől, amit csak mondtam az asszonynak, őrizkedjék. Mindabból, amit csak a bortermő szőlőből származék, ne egyék, és bort és más részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, amit parancsoltam neki, tartsa meg. És mondta Manoach az Úr angyalának, kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk néked egy kecskegödőjét. De az Úrnak angyala így szólt Manoachhoz, ha megmarasztasz is, nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt, mert Manoach nem tudta, hogy az Úrnak angyala volt. És mondta Manoach az Úr angyalának, kicsoda a te neved, hogy ha majd beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illessünk téged. És mondta neki az Úrnak angyala, miért kérdezősködöl nevem után, amely olyan csodálatos? Mikor aztán Manoach a keste kecskegödőjét és ételáldozatot vette, és megáldozta azt egy sziklán az Úrnak, csoda dolgot cselekedett Manoachnak a feleségének szeme láttára. Tudnélik, mikor a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az oltár lángjában felszállott az Úrnak angyala. Mikor pedig ezt meglátták, Manoach és az ő felesége arccal a földre borultak.
és többé nem jelent meg az Úrnak angyala Manoachnak és feleségének. Ekkor tudta meg Manoach, hogy az Úrnak angyala volt az. És mondta Manoach az ő feleségének, meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk. Akkor mondta néki az ő felesége, ha meg akart volna ölni az Úr minket, nem fogadta volna el kezünkből az egészen égő áldozatot és ételáldozatot, és nem mutatta volna meg nekünk mindezeket, sem pedig nem hallatott volna velünk ilyeneket. És szült az asszony fiat, és nevezte annak nevét Sámsonnak, és felnevekedett a gyermek, és megáldotta őt az Úr. És kezdte az Úrnak lelke őt indítani a Dán táborában, Córa és Estáol között. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnánban a filiszteusok lányai közül. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyának és anyjának, és mondta, egy nőt láttam Timnátban a filiszteusok lányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondta neki az ő atya és anyja, hát nincsené a te atyád fiainak, és az én egész népemnek lányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget légy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának, őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Az ő atya és anyja pedig nem tudták, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot kerest a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. És lement Sámson az ő atyával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak szőlőhegyéhez értek, íme egy oroszlán kölyök jött ordítva elébe. És felindította őt az Úrnak lelke, és úgy ketté szakasztotta azt, mint ahogyan ketté szakasztatik a gödöje. Pedig semmi nem volt a kezében. De atyának és anyának nem mondta el, mit cselekedett. És mikor leérkezett, beszélt a nővel, aki kedves volt Sámson szemei előtt. Mikor pedig egy néhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak holttestét. Hát íme egy raj méh volt az oroszlánnak tetemében, és méz. És kiszedte azt a markaiba, és amint ment, mendegélt, eszegetett belőle, és mikor hazajött atyához és anyjához, adott abból nekik is, és azok is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán holttetemében vette ki a mézet. Akkor most tényleg átadom a szót Balkóczi Sándor testvérnek. Drága testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, nagyon boldog az én szívem, hogy itt lehetek köztetek, és úgy beismerem nektek, hogy nagyon örültem erre a pillanatra. Minden évben Isten úgy megkegyelmez azzal, hogy itt lehetek közöttetek, és olyan, mindig olyan örömmel erre készülök. A elmúlt holnapban, vagyis a februárban nem tudtam jönni, úgy, ahogy szoktam, mert el voltam utazva Ausztráliában, de kerestünk egy olyan időt, pótidőt, amely kipótolja azokat a helyzeteket, vagy azt az időt, amelyet úgy talán gondoltatok, hogy fogunk tudni együtt lenni az Úr Jézus lábainál. Úgyhogy engedjétek meg, hogy átadjam nektek Istennek áldását, amit küldik a testvérek a mi gyülekezetünkből, amely a mi házunkban van, és ugyanúgy a madari gyülekezet, amely kialakult a szomszéd faluban. Ugyanúgy küldi szeretetteljes köszöntését az én drága feleségem, az én egész családom. Nagyon sok üdvözletet hoztam sok országból, ahol jártam. Ugyanúgy Ausztráliában találkoztam, ugyanúgy magyar emberekkel, szerbekkel, szlovákokkal, lengyelekkel, románokkal,
mindenféle nemzetből, németekkel, és mind ezek a testvérek, hívő testvérek küldik szeretetteljes üdvözletüket számotokra, fogadjátok nagy szeretettel. Most előbb, ahogy szolgálnák és átadnám Istennek üzenetét, megkérném István testvéremet, jött velem egy nagyon drága, kedves testvérem, ilyen lelki munkatársam, akit Isten mellém állított, és én megkérném, hogy úgy add át azt a üdvözletedet, amit hoztál szívedbe, és aztán majd én folytatom. Jó? Gyere! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ezen a helyen nem volt még, így mondanám, talán lehetőségem állni, bizonyságot tenni, de nagyon nagy vágyal fogadtam és vágyakoztam erre az alkalomra. Itt kiderült az elején a testvéri beszélgetésekből, a találkozásból, hogy emlékeztek rám néhányan, hogy részt vettem itt Sándor testvérnek a szolgálatain a tavalyi évben is, és a tavaly előtti évben is, és 2006-ban, ha jól emlékszem, az Úr Jézus nagy kegyelméből. És a családom, mivel az én szívemben van, és egységben vagyunk az Úr Jézus kegyelméből, az ő és az én köszöntésemet tudom hozni. Nem tudok mást, így mástól köszöntést átadni. Csupán annyit, hogy vannak testvérek ott Kiskörösön, ahonnan jöttem, akik már mint Isten gyermekei, megváltottjai, és Istennek keresői és követői imádkoznak, könyörögnek az Úr Jézus előtt. Már ideje, hogy itt Isten tudjon a mi szíveinkbe és a ti szíveitekbe valóban találni helyet, otthonra találni, teret nyerni. Hasonlóképpen, ahogyan 9 évvel ezelőtt az én szívemre is Isten végre rátalálhatott és teret nyerhetett. Most januárban volt 9 éve, hogy őt befogadhattam. Igen nagy léptekkel rohantam az én világi életemben, semmilyenféle közösségben nem jártam azelőtt, és nem voltam templomba vagy imaházba járó hívő ember, de nem voltam hitetlen ember, mint Istent elfogadtam létező személynek, csak nem tértem meg hozzá, nem is tudtam, hogy hogyan kell, vagy egyáltalán kell-e, meg mi értelme van, és olyan kedves volt hozzám Isten, képzeljétek, hogy úgy rendezte az én életkörülményeimet, bocsánat, hogy végre értelmessé, az értelmetlenből értelmessé és áldottá tehesse, hogy végre oda találjak ő hozzá, végre egyáltalán felnyíljon a szemem, hogy ebben a gonosz világban nekem is ő rá van szükségem. És akkor már elég mélyre voltam süllyedve, az én házasságom is a szétomlás szélén állt, akkor még egy gyermekem volt, kicsike, és egy anyagi szempontból is nagy törések voltak az életemben. Nem kimondottan a törvénynek tetsző dolgokkal foglalkoztam, és úgy nézett ki, hogy börtönbüntetés vár rám, ilyen gazdasági cselekmények miatt, így fogalmaznák, pontosabban sorozatos ilyen cselekmények miatt. Akkor, ha láttátok volna, ismertétek volna a feleségemet, akkor az elmondottak alapján ma nem is lehetne hasonlítani őt. Olyan abban az időben egy sorban a csalódások és a keserűségek érték őtet, és így egy lelki, belső csalódásban, összeomlásban volt. Leginkább én miattam. Negyedszer állt úgy az életünk, hogy ott álltunk, hogy elválunk, különválnak útjaink.
Én ugyan nem akartam válni, nem akartam volna válni, én mentem volna tovább ezen az életúton a többi barátommal együtt, mert azt gondoltam, hogy az életnek az az értelme, hogy ami a szemünk előtt látható, azt meg kell próbálni és ki kell használni, hogy tartalmasan éljük le ezt a rövid életszakaszt. És a környezetemben okozott károkat nem is láttam egyáltalán, illetve csak nagyon minimális részben, és sajnos úgy megtanultam a lelkiismeretemnek a hangját elfolytani, úgy annyira, hogy én is belekeményedtem, és nem figyeltem a lelkiismeretnek a szavára. És jó volt, hogy Isten újra és újra engedett be olyan tövises környezetbe, így lélekben, hogy megfogott, megszorított és össze-vissza hasogatott engem, mert ezekben a helyzetekben úgy elkezdtem végre föleszmélni, és elkezdtem végre látni a valóságot Isten kegyelméből. Szembesültem az én barátaim, az én addigi jó ismerőseim körében a kőkemény valósággal, hogy a szorult helyzetben, a nehéz helyzetben, amikor úgy néz ki, hogy több év börtönbüntetésre kell bemenni, akkor ők elfordultak. Akkor ők meghátráltak, és elhagytak engemet. És nagyon megdöbbentett, hogy úgy lélekben érzékeltem, hogy Isten közeledik felém. És megszólalt az ő igéjéből Isten az én életemhez, és akkor, mikor így Isten az ő igéjével szólított engem, akkor azt mondtam, úgy visszaemlékszem arra az imádságomra, hogy mindenki elfut tőlem, mindenki elhagy engemet. Jogosan, meg is érdemlem, úgy álltam Isten előtt, hogy igen, ez sőt, még ettől rosszabb járna nekem. Hogy te most jössz ide hozzám. Hogy te nem elfordulsz, holott leginkább téged szomorítottalak, téged bántottalak, és nem foglalkoztam veled, Istenem, hogy miféle szeretet ez. Úgy igazán még most sem tudom az értelmemmel megérteni, de ott összetörtem Isten előtt, nem tudtam, hogy lehet így is sírni. Agyon nyomasztott engemet az egész addigi bűnterhem, amiből addig mindent, illetve semmit nem érzékeltem. És rögtön fölelevenítette Isten az én lelkiismeretemnek a hangját. Éreztem, hallottam a lelkiismeretnek harangozását, hogy hatalmas nagy a baj. Úgy elfutott a gonosz az ő szemeim elé rakott leplével együtt az Úr Jézus közeléből, és ez a valóság úgy összetudott engem nyomorítani, és úgy összetörtem Isten előtt, úgy meghajoltam, és lerogytam lélekben is, testileg is, és úgy az én bőséges könnyeim között úgy megvallottam neki, ami úgy jött ki belőlem az én szívemből, az én életemből, olyan reménytelen helyzetnek érezve ezt, hogy olyan bizonytalanságban, hogy biztos, hogy erre van bocsánat, erre a hatalmas halmazra, amit eddig végeztem, mert semmiben nem kértem Istennek a véleményét, a vezetését, sem az anyagi dolgaimban, sem az én kapcsolataimban, az én környezetemben, az én házasodásomban sem, az én dolgaimban egyáltalán, és mindennek meg is lett a következménye az életemben, testvérek, és Isten jött hozzám, ő közelített hozzám, képzeljétek. Annyira elevenedett a belsőmbe az ő szava, az ő igéje, ahogy a Szentlélek, az ő lelke ezt életté, élővé tette a számomra, hogy ebben a bűnterhemben összetörhettem Isten előtt, és miután megengedte, Isten úgy kivonzotta belőlem azt a bűneimnek vallását a töredelemben, akkor egyetlen ezred másodpercet nem tapasztaltam, hogy Isten várt volna még, hogy még itten bűneimet megvalva még nyomorogjak, nyögjek, hanem képzeljétek, hogy egyszerűen én azt gondolom, egy ilyen lelki képben láttam, hogy azonnal nyújtotta ki az ő karját felém.
mint aki már nagyon régóta éppen ezt várta. És tudom is azóta az ő igéjéből, hogy igen, valóban az Úr Jézus, ő neki kellett a legtöbbet várnia. Ő vár a legtöbbet, és a legtöbb emberre, a legtöbb szívre, hogy abba az állapotba találja végre, amikor kinyújthatja felé az ő karját, hogy most már annyira megsemmisültél, annyira semmivé lettél, hogy most már nyújtom az én karomat feléd, hogy onnan lentről meg fölemeljelek tégedet. És én ezt nem tanultam akkor, egyszerűen hálás vagyok Istennek, hogy ez fakadt ki akkor egy következő lépésként a szívembe, hogy tudjátok, úgy megrémültem, hogy Istenem, hogy mehettem eddig így a világba, ebbe a gonosz, sötét világba, ami teli van mindenféle gonoszságnak bőségével nélküled. Azt, hát akik megtapasztaltátok, gondolom, tudjátok, mert elmondani nem tudom, hogy megdöbbentett és megrémisztett engem, és azt mondtam, ez így akkor jött, hogy nem akarok tovább menni. Istenem, én most már, én semmibe nem akarok menni tovább így, nélküled, hanem csak veled akarok menni. És mindenben akarom kérni a te tanácsaidat. Hát neked olyan bölcs tanácsod van. A te tanácsod minden élethelyzetemre, minden dolgaimra jó. Abból az mindig a szeretetedből jön ki. Minden onnan ered kifelé az én életeim dolgaira. És miért, hogy eddig nem kértem, nem kutattam, nem kerestem, és nem fogadtam ezt a te szeretetedből kifakadó bölcs pásztorolásodat, vezetésedet. És az Úr Jézus ezt elfogadta, ezt a én imámat. És képzeljétek, hogy januárban volt 9 éve, hogy nagyon hűségesen azóta jön velem, keresem, kutatom minden dolgunkban az ő akaratát, az ő tervét, és megajándékozott Isten több esetben, hogy valóban megértettem hitáltal, a lélek vezetésében, hogy mi minden lehet az Istennek a terve az én életemre. És ajándékba, amikor ezekhez a fölismerésekhez Istentől kaptam hitet, ajándékba Isten bele is vonzott ezekbe a léptekbe. És csodálatos dolgokról számolhatok be, hogyha még lesz majd lehetőség és idő ebben a hétvégében, ha az Úr így könyörül, és lesz, aki meghallgatja, akkor beszámolok ezekről a csodálatos Istennek áldásairól és kegyelméről, jóságáról. Nagyon hálás a szívem, hogy ő egyszer csak végre közel tudott jönni hozzám, én miattam nem tudott csak, és hogy végre onnantól ővele kezdhettem el járni. És köszönöm Istennek, hogy végre így most már van értelme az életemnek. Egyáltalán így most már van életem, és minden dolgomat, amit én tönkretettem, megbocsájtotta, és amit azóta így az ő uralmába helyeztem, az ő drága ereje alá, isteni királyságának az uralma alá engedtem és hoztam, az minden így gyöngyözik ki a szemem előtt, hogy csodálatos, értelme van, áldott, még az átkozott múltambeli dolgok is áldásra fordulnak, és csodálom az Úr Jézust, és a feleségem, és a családi kapcsolataim, most már 3 gyermekem van Isten ajándéka, Isten kegyelméből, az én otthonom, az én füvem, az én fám, minden, amit Istennek átengedek az ő uralmába, hála neki, hogy így számolhatok be nektek, minden áldott, minden szép, minden jó, minden belátom Istennek bölcsességét, minden az én javamra van. És amikor viszont nem tudtam, mert tanulom ezt az Úrtól, nem tudtam úgy fölismerni az ő akaratát, vagy felelőtlenül nem kértem ki, akkor az nem így volt. Akkor sajnos megint úgy megláttam, hogy hiányzik onnan a te dicsőséged, Úr Jézus, hiányzik onnan a te áldásod, a te jelenléted, a te tervezésed, a te irányításod, vezetésed, és
nem tudok úgy gyönyörködni azokban a dolgaimban. De hű az Isten, ő velem tart, most is itt idehoztam őt a szívembe, veletek együtt, itt van az, ő az én szívembe, és tartja az ő kegyelmét még számomra, hogy mindig újat kezdjek vele, és ezt nektek is kívánom ma, és mindazokat a drága megtapasztalásokat, amit földi életünkbe, az Úr Jézussal való együttlétbe, közösségbe, az ő igényének kijelentéseiben, vezetésében, amiket megtapasztalhatunk, hogy Isten árassza ki így mindannyiunkra, mindazokra, akik ezt megkívánják, akik ezt engedik, beengedik az életükbe, így ez Krisztusban van minden. Úgyhogy most ennyit szerettem volna, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak ezért a bizonságtételért, és nagyon hálás vagyok azért is, hogy engedett a testvér, mikor megkértem, mondom, megkérlek István testvérem, mondd el a te bizonságtételedet, és azt mondta, nagy szeretettel elmondja, mert éli az ő hitéletét, és úgy én figyelem az ő életét, mert gyakrabban találkozunk, gyakrabban beszámol, és én is úgy beszámolok olyan közeli testvérem, és úgy örülök annak, hogy látom a lelki növekedést az ő életével. És tudjátok, azt, amit látok az ő életében, és látok a más testvérek életébe is, az a előre haladás az abban nyilatkozik meg, és abban mutatkozik meg, hogy a mi jellemünk változik. Nem tudom, hogy egy év alatt, ahogy nem láttuk egymást, hogy mennyit változtatok ti? Változtatok egyáltalán? Igen, változott valami? Mondjatok. Igen. És ez a cél, hogy változzunk, és ezeknek az összejöveteleknek is az a célja, hogy valóban már mások legyünk, mint egy évvel ezelőtt. Ha az én drága feleségemet megkérdeznétek, hogy mikor legtöbbet változtam az én életemben, akkor ő meg tudná mondani, hogy a utolsó 10 évben egyszerűen nagyon, de nagyon megváltozott az én életem. Pedig 17 évig prédikátor szolgálatba álltam, és mindig nagyon, nagyon szerettem, és szolgáltam az Urat, és az Úrra figyeltem, de nem értettem egy nagyon lényeges dolgot, hogy nem az a fontos, hogy mit csinálok én, mennyit szolgálok én, hanem az fontosabb, hogy mit csinál Isten az én életembe, és hogy engedek Istennek szolgálni nekem. És az a Istennek a szolgálata hozzám az abban rejlődik, hogy engem átformál. Olyan, mint a fazekas, mikor formálja az agyagot, és egyszerűen sok munkája van a fazekasnak ezzel az agyaggal, ki kell neki szedni onnan a kavicsokat, ki kell szedni a olyan nem összetartó homokos részeket, amelyek ott gátolják ezt a formálást, és nagyon sok türelemmel kell a fazekasnak munkálkodni. Tudom, hogy most már gondoltok arra, hogy van modernebb technológia, van modernebb ilyen munka folyam, de abban az időben, mikor a fazekasok formálták, és a régebbi időkben, mikor voltak ezek a edények formálva, akkor nagyon fontos volt az előkészítés annak az agyagnak. És hogyha mink nem engedjük Istennek, hogy így előkészítsen, hogy munkálkodjon bennünk, hogy így előkészítsen, és nem ez, türelmetlenek vagyunk erre az időszakra, akkor nem tudunk lenni minőségi, jó minőségi edények Isten kezébe. Mert elrepedünk, folyni kezdünk, leszakad a fülünk, vagy kicsörbülünk, egyszerűen megütközünk, és kicsörbülünk. Egyszerűen
Istennek sok türelme van a mi életünk munkájához, hogy megmunkáljon bennünket. De ha mink nem engedünk az ő kezének, akkor nem tud bennünket használni. Testvérek, én nagyon kérlek benneteket, és szent és olyan nagy vágyal és kéréssel kérlek benneteket. Értsük meg, hogy Istennek terve van, mindnyájunkkal terve van. Hogy Isten nem akar szórakoztatni. Nem akarja, ő neki nem az a terve, hogy konferenciókról konferenciókra járjunk, és azt mondjuk, jó, de jó volt, jó, de jók, elhangoztak. Testvérek, ez Istennek eszébe sincs. Tudjátok, hogy mi van az Urunknak a szívébe, az ő gondolatába? Azt, hogy hogyan érintsen meg bennünket úgy, hogy mink megértsük azt, hogy ő formálni akar, és át akar formálni bennünket arra, hogy alkalmasak legyünk az ő kezébe, az ő terveinek végrehajtására. Köszönöm. És ez nagyon fontos, mert figyeljétek, hogy nagyon sok keresztény hívő van a világban, ugyanúgy Magyarországon, de nem tudja őket Isten használni. Sokakat nem tud használni Isten, de nem azért, hogy Isten emberválogató. Isten nem válogassa, hogy hát a István testvére gyönyörű férfi, akkor őt fogja használni Isten, és a Sándor az egy ilyen, hát ilyen vagy olyan, ezt nem fogja. Nem erre néz Isten. Ő nem a külsőségre néz, hogy te fehérbőrű vagy, vagy valaki feketébb, vagy sötétebb a bőre. Nem erre néz Isten. És valaki, ha azt gondolná, hogy ha én nekem más lenne a bőrszínem, akkor engem jobban tudna Isten használni, akkor azt mondom, hatalmas tévedés. Hatalmas tévedés. Tudjátok, nem ebbe rejlik Istennek titka, az ő kiválasztásának titka. Tudjátok, miben rejlik? Abba, hogy odafigyelek Isten beszédére, és nem hagyok egy szót, egy betűt nem engedek az Úr szavából leesni a földre, és beváltom az én életembe, hogy igazzá és ámenné válik minden Istennek beszéde, ami az Úr szájából jön ki. És ez az egész hívőségünknek az lényege, hogy engedjük, hogy a Szent Lélek ő formáljon bennünket. Engedjük, hogy a Szent Lélek megmagyarázza Isten mélységeit, és hogy közösségben legyünk Istennel, Szentlélek által, és a Szentlélek megmagyarázza, megnyissa a rejtett titkokat, és belevezet bennünket a mélységekbe, és mi egyszerűen megértünk olyan dolgokat, amelyek nem lehet megérteni még, lehet, hogy teológián se. Értitek? Egyszerűen Isten von bennünket. Ez az Istennek a vonása csak akkor történik, a te és az én életembe, ha engedelmeskedek. Ha ellenállok Istennek, ő nem fog, azt mondja a Mózes könyvében a 6. részben, 1 Mózes 6. részben, nem fog örökké viaskodni az én lelkem az emberrel. Ismeritek ezt az igét? És azt mondja, lerövidítem az emberek életét, és 120 éve lesz, ugye, akkor így mondta ki, és tudjuk, hogy mennyire le van rövidítve az embernek a élete, és mindig, minél tovább az életkor az embereknél megy lefele. Tudjátok miért? Mert nem lássa Isten értelmét, hogy valaki éljen itt 600 évet, vagy 120 évet, mert akkor is a szíve keménységébe hal meg, és akkor is lássa, hogy nem tud Isten ezzel az emberrel mit elérni. Ezért megy lefele a korhatár az embereknek, emberek életének a korhatára, mert nem tud Isten ezekkel mit kezdeni. És nézzétek meg, hogy olyan területeken, ahol nem keresik Istent, ottan és bűnben vannak, és sötétségben vannak az emberek, ottan még lejjebb van a korhatár, a átlagos korhatár. És Isten valahol várja tőlünk, mostan
mostan te tőled is várja azt, hogy ne csak azt mondd, hogy hát jó volt ez a konferenció, jó volt ez az összejövetel, jó dolgok hangoztak el, hanem Isten azt akarja megvárni és meglátni a te szívedbe, hogy hagyod magad vonni a Szentlélektől. Hagyod magad? Igen, halleluja. Engedd a Szentléleknek, ő bele akar vonni az ő titkaiba. Testvérek, annyi keménységet találtam meg az én szívembe, annyi engedetlenséget, annyi fösvénységet, annyi irítséget, annyi gonoszságot találtam az én szívembe, testvérek, ami gátolja azt, hogy halljam Istennek hangját, és engedjek annak az ő vonásának. És emlékezzetek meg, mit mond az Úr Jézus Krisztus, hogy senki nem jöhet hozzám, csak akinek Isten atyának a lelke von. Lássátok, ez az a vonás, ez egy titok. Ez nem tól, nem azt mondja, hogy akinek a atyának a lelke tól, egy jó nagy pofont kap, és akkor majd mész. Nagyon sokan azt gondolják, ha engem majd Isten megállít, megadja a pofonokat, egyszerűen majd tolókocsiba állít, akkor fogom őtet követni. Nem lehet, testvérek, kutyát hajtani nyúl után, nyuszi után. Ha a kutya maga nem ugrik a nyúl után, akkor az vehetitek a botot is, és utána is dobhassátok, na fuss a nyuszi után, az nem fog egyszerűen, nem fog futni. Annak nincs kedve. Isten nem tól senkit, Isten von, értitek? És ez a vonás, ez a Szentléleknek a munkája a te szívedbe. Az, aki von tégeded ma este ide erre a helyre, az a Szentlélek. Azért, mert ott van a szívedbe az a vágyakozás, és közelebb jutni Istenhez, Isten közelségébe. És még egyszer azt mondom, nem arról van szó, hogy hívnak, vagy milyen közegből jöttél, vagy milyen helyzetből jöttél. Az a kérdés, hogy engedsz Isten hívásának, Isten vonásának. És ez a vonás itt van, azért, mert Szentlélek itt van közöttünk, és a Szentléleknek a vonása munkálkodik a te szívedbe. És az az egész eredmény ennek a munkálkodásnak, ennek a vonásnak, és ennek a munkálkodásnak a célja az, hogy átváltozunk. Hogy átváltozunk egy krisztusi karakterre. Krisztus szépségére, arra, hogy átváltozunk Krisztus szépségére, az ő jellemére, kell, hogy olvassuk a Bibliát, hogy ismerjük az evangéliumokat. Én olyan örömmel, olyan szeretettel olvasom az evangéliumokat, és úgy gyönyörködök az Úr Jézusnak a jellemébe, úgy gyönyörködök az ő szépségébe, gyönyörködök abba, hogy hogyan reagált az Úr Jézus, gyönyörködök abba, hogy hogyan gondolkozott, gyönyörködök abba, hogy mennyire érdekelte az emberek szava, az emberi autoritások, és mennyire érdekelte őtet az Istennek autoritásai. Értitek? Nagyon sok ember fölemeli az emberek autoritásait Isten autoritása fölé, és azt gondolják, hogy megvan írva, hogy nekünk kell mindenképpen föntieket hallgatni, és ha kútba ugornak, akkor mi megyünk utánuk, mert vak vezeti a világtalant. De nem erről van szó. Nekünk kell, hogy imádkozzunk a mi autoritásainkért, kell, hogy imádkozzunk a mi vezetőinkért, és de ha nem úgy lássuk, hogy a krisztusi jellem van rajtuk, ha nem úgy lássuk, hogy krisztusi szentségre törekeznek, akkor figyelmeztessük, és nem ugrálunk bele a kútba utánuk. És itt van ez, drága testvéreim, hogy ki az, aki mer valóban Jézus Krisztus után menni ma napság. Ki az, aki mer kiállni, és azt mondja, én szeretem a gyülekezetemet, szeretem a közösségemet, és imádkozok, és böjtölök, és harcolok a közösségemért, és akarom, hogy az egész közösség Jézus Krisztusnak a jellemét hordozza. Merünk így gondolkozni, vagy félünk? És erről van szó, drága testvéreim, hogy Jézus Krisztus az ő jellemére, az Szentlélek által formál bennünket. Mert ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Bizonyára hallottatok azokról a történtekről, amelyek történtek,
és még nagyon sok minden fog történni. Testvérek, ebben az évben is fogtok hallani nagyon, nagyon riasztó híreket a nagy világból. És legtöbbnyire ezek a riasztó történtek arról fognak szólni, hogy vízözönök vannak, egyszerűen területek el lesznek lepve vizekkel, és ugyan másik oldalon a hatalmas szárazságok, és fogtok földrengésekről ugyanúgy hallani. És tudjátok, ez miért van? Mert remeg a föld, és sír ez a föld. Azok a vizeknek kiáradása, ez földnek a sírását jelenti. Sír a föld. És a földrengések, ez még remeg a föld. És miért ez történik? Miért az utolsó időben, amit az Úr Jézus is így megjövendelt, miért ez így történik, hogy sír a föld és remeg a föld? És sok nyomorúság van ezen a földön. Tudjátok, azért van ez, mert ennek a földnek a teremtője, ennek a földnek az ura közeledik. El fog jönni az Úr Jézus Krisztus. Hisszük, hogy el fog jönni? Várjuk az ő eljövetelét? És tudjátok, várja az egész teremtés. Nem csak az emberek várják az urat, de az egész teremtés. A növények, az állatok, minden, az egész teremtés, az egész föld magába várja a teremtésnek az urát. De tudjátok, hogy mi van megírva? Ugyanúgy a Mózes könyvében, első Mózes könyvében, gondolom harmadik részben van ez megírva, hogy átkozott lesz miattad, Ádám, átkozott lesz ez a föld. Isten megátkozta a ember bűne miatt a földet. Ez a föld meg van átkozva, testvérek. A ember bűnéért. És van egy nagy ígéret, hogy Pál apostol erről beszél, és azt mondja, hogy ez a föld és ez a teremtett világ várja Isten fiainak megjelenését. Ez a teremtett világ egyszerűen szinte sóvárogva várja ezeknek a fiainak megjelenését. Kik ezek a fiak? Tudjátok, Isten fiai azok, Isten fia az Jézus Krisztus. És a Jézus Krisztusnak megjelenését várja ez a világ a te és az én életembe. Ne azt gondoljuk, hogy majd jön valaki valami UFO-val, vagy valami más eszközzel, és itten leszállnak Istennek fiai, és így várja. Nem. Ez a világ sóvárogva várja ennek a Isten fiainak megjelenését, Jézus Krisztusnak a jellemének megjelenését a te életedbe. Jézus Krisztus karaktere benned és bennem. És tudjátok, ez az úgy történik, hogy bizonyára észrevettétek, hogy még a állatvilág is észreveszi az ő környezetébe, hogy valaki megtér. Volt egy testvér, aki azt mondta, hogy első az ő házába, aki észrevette, hogy ő megtért, tudjátok ki volt? Az ő kecskéje. Mert ő annyira gyűlölte azt a kecskét, hogy amikor belépett az istállóba, még nem megtérve, belépett az istállóba, az a kecske szegény már fölmászott volna a nem tudom hova, a falra, ha tudott volna, mert úgy féltett a gazdától, mert első, mikor odajött, akkor megrugdossa ezt a kecskét. És mikor megtért ez az ember, akkor a kecske az haptába állt, az megijedt, itt van a gazda, jaj, mi lesz, ugye? És a gazda odament és megsimogatta, és nézi a kecske. Hát ez biztos Isten fia lett. Lássátok? Ez így történik. Egy hívő ember életében, ha ő megtér, akkor az egész környezete elkezdi érzékelni azt, hogy ez az ember más. És tudjátok, nem az, hogy csak mostan ő másképp viselkedik, más arcképet vág, vagy én nem tudom, hanem más az ő jelleme.
Mink nem kívülről változunk. Nem csak megnyiratkozunk, ha hosszú a hajunk, vagy lenyírjuk a szakállat, ha térdig érő. Nem ilyen változásokról van szó. Mink a jellemünkben, bent a szívünk mélyén változunk. És ez az Isten fiainak megjelenése, ami karakterünkbe, ami jellemünkbe kell, hogy történjen. És ezért prédikálok, ezért jövök, testvérek, nem azért, hogy én nekem nem lenne kedves otthon lenni az én családomnál, akit szeretek, szeretem az én drága feleségemet, az én gyermekeimnél. Tudjátok, miért fáradozok? Ezért fáradozom, hogy jelenjenek meg Isten fiai. Jelenjetek meg, drága testvéreim, abban az új természetben, abban a krisztusi természetben, hogy Krisztus kiábrázolódjon a ti életetekbe. Nem kívülről úgy nézve, hogy mostan olyan szakállat fogunk hordani, mint Krisztus, és olyan bajcot. Nem erről van szó, hanem a mi jellemünk, a mi benső emberünk, hogy látható legyen, hogy ez az ember valóban belőle sugárzik Jézus Krisztus. És ezáltal levesszük az átkot. Levesszük az átkot erről a világról. Ez a mi küldetésünk. Tudjátok, honnan tudom? Hát ott van a Péter apostol levelében, azt mondja, arra vattok elhivatva, hogy áldjatok. Tudjátok, mi a áldás? Hát a átoknak a fordítottja. Így van. Valaki áld, valaki átkozik. És ez az átok úgy le van véve erről a földről, hogy mi áldjuk. Áldjuk a mi környezetünket. Ezért eljöttem én is ide erre a helyre, hogy megáldjalak benneteket az Úr Jézus drága nevében, hogy áldást nyerjetek. De nem csak azért, hogy most hazamenjünk és áldással megyünk haza, hanem megáldjátok ti is, hazajöttök a ti környezetekbe, és megáldjátok a ti környezeteteket. Ez az értelme. Tovább visszük ezt az áldást. Sír a föld, és remeg a föld. Mert átok alatt van, Isten haragja van rajta, az ember bűne miatt. És figyeljétek, hogy mi történik. Az emberek lássák, hogy bajban van a föld, lássák, hogy olvadnak ott a hegyek az éjszakon, lássák, hogy tenger emelkedik, lássák, de még mindig nem elég nekik a pénz. Még mindig egyszerűen hajsza van a pénz után, és pénz győz, nem az embernek a értelme, és nem azok a szükségletek, amelyek vannak a világon, hogy hát álljon le a világ, hát gondolkozzunk emberek, hát ne tegyük tönkre ezt a földet, ne tegyük tönkre, ne folytassuk ezt az átkot ezen a földön, hanem állítsuk le ezt az átkot. Nem, pénz beszél. Sajnos, hogy a pénz beszél, testvérek, de miért nem beszélnek Isten fiai? És erről van szó, hogy álljanak föl Istennek fiai ebben a világban, és szólaljanak meg. Ne a pénz beszéljen, ne a hatalom, emberi hatalom beszéljen, hanem Isten igéje beszéljen, Isten szóljon, és ő beszéde által, és az ő áldása által leveszi Isten az átkot erről a földről. Még nincs késő. Akkor, mikor már nyakig leszünk mindnyájan a vízben, és már mikor már a szánkba fog folyni, és a fülünkbe, akkor már késő lesz. De már mostan le kellene állni. Mostan kellene egyszerűen megállni az Úr előtt, és azt mondani, Uram, megértettük, hogy mi a te célod, hogy ez a föld meg van átkozva elejétől fogva az ember vétke és a bűne miatt, és itt te meg kell jelenni Isten fiainak azért, hogy levegyék az átkot. Péter, te is az egyik leszel, aki le fogja venni, ha engedsz az Úrnak. Testvéreim, nagyon nagy felelősség van rajtunk. Gondoljátok, hogy ez kicsik vagyunk, kevesen vagyunk? Tudjátok, mit mondott az Úr Jézus? Tudjátok, mit mondott az Úr Jézus? Azt mondja, ne félj, te kicsinyáj! Ne félj, te kicsinyáj! Nem a nagyokhoz, nem a sokaságokat buzdította, hogy ne féltek sokaság. Azt mondja, ne féltek kicsinyák, mert néktek adta. Úgy volt a kedve az én atyámnak, hogy néktek adja a királyságot.
És ez nagy buzdítás, testvérek. A kisgyerekekből nőnek a nagyok. A kis gondolatból fejlődnek ki a nagy gondolatok. A kis, egy kis megállásokból egyszerűen erednek azok a küldetések, ahol Isten megállít valakit, és az a valaki meghallgassa, és nagy, nagy befolyást gyakorolnak ezek az emberek. És én tudom, testvérek, én tudom, hogy mit beszélek. Én nem beszélek félre. És ezért van ez a gyötrelem ezen a világon. Mindenki arról beszél, de senki nem érti, hogy mi történik. Azért, mert nem szólalnak meg Isten fiai. De azok akkor megszólalhatnak, ha ott van Isten karaktere. Akkor mersz megszólalni, ha ott van Jézusnak a karaktere. Ha benned él Jézusnak a szelleme, a Szentléleknek, Istennek drága lelke, ott lakik a te szívedbe, és formál tégedet. No, térünk vissza. Formál? Engedett, hogy formál? Tavaly óta, ahogy itt voltunk, mennyit tudtál mondani, mennyire átformált Sándor testvérem? Mennyire átformált Zoltán testvérem? Hol vagyunk? Vagy egy helyen tapogunk? Vagy mindig csak kegyelemre vagyunk szorulva abban az értelemben? Uram, megint csak vétkeztem, megint csak ott vagyok, még talán mélyebben vagy, mint tavaly. Éppen ebben van az a pointa az egészben, hogy én engedek Istennek, és azt mondom, Uram, mától fogva, itt állok, és leteszem életemet. Szívemmel szerződés, vagy szövetséget köszönöm. Szövetséget kötök az én szívemmel, hogy nem vétkezek Isten ellen. Nem vétkezek. Nem vétkezek az én szemeimmel, nem vétkezek az én füleimmel, nem vétkezem az én nyelvemmel, és nem vétkezem az én szívemmel. Szövetséget kötök Istennel. Kész vagy ezt a szövetséget megkötni? Mert ezt várja az Úr. Hogy ne vétkezz Isten ellen, hanem valóban formálódj át, engedd a Szentléleknek a munkáját a te életedbe, hadd formáljon tégedet. Az egyik fiatal, ami gyülekezetünkbe hallgatta ezt a prédikációmat otthon, és jött utánam, és azt mondja, Sándor testvér, most kezdem érteni az egészet. És azt mondja nekem, hogy tudod, pár éve ez történt, volt a mi kertünkben egy barackfa. És ez a barackfa akár mit csinált vele az apám, azt mondja, több mint 10 barack nem volt rajta. Dolgozott vele, egyszerűen nem akart teremni ez a barackot. És azt mondja, kiveszem ezt a barackfát. Kiment ásóval, kivitte a lapátot, csákánt, azt mondja, kiveszem már nem. És egy kérdés jött a apám gondolatába. Megtettem én mindent? Azt mondja, megtrágyáztam, meg gondoskodtam róla. Mindent megtettem, amit tenni volt. Valóban mindent megtettem. És tudjátok, mire jött rá? Még nem imádkoztam érte. Azt mondja, no, akkor még ezt az egyet. Ez lesz az utolsó. Megfogta ágakat a barackfán, és elkezdett imádkozni. És könyörgött Istenhez, hogy áldja meg ezt a barackfát. Jézus nevében megáldotta ezt a barackfát. És ez a fiatal testvér könnyek között mondta el nekem, Sándor testvér, most értem meg, hogy van az, mikor le van véve az átok erről a földről, erről a természetről, hogy mikor megáldotta az én apám, mikor imádkozott és megáldotta ezt a barackfát, azt mondja, abban az évben, testvérek, azt mondja, szakadtak a ágai, hogy úgy meg volt áldva, hogy egyszerűen ezernyi barack volt azon a fán. És erről van szó. Most ne csak a barackfára nézzünk, nézzünk a mi szomszédjainkra, nézzünk az emberekre. Tudjátok, mi történik sokszor? Mikor megyek az utcán, észreveszik az emberek, hogy megyek az utcán, kijönnek az utcára. Kijön a mama söprűvel is, és gyorsan söpör ottan, hogy találkozzon velem. Mert tudja, hogy megáldom őtet. Értitek, testvérek? Áldásra vágy,
Mert átok alatt van ez a világ, nyög a világ, nyög a természet, nyögnek az emberek. Ki lesz az, aki megáldja? Ki lesz az, aki megáldja az ő környezetét? Nem jó dolgokat beszélek, testvérek? Értsük, hogy miről van szó. Erről van szó, ezért jöttünk össze, ezért jöttünk erre a konferencióra, hogy változzunk. Nem azért, hogy úgy odabólintsuk, hogy jó mondja ez a Sándor testvér, hanem igen, Uram, itt vagyok, kész vagyok gyümölcsözni. Ó, azt az én kemény természetemet, azt az én büszkeségemet, az, hogy én nekem aztán más nem mondjon semmit. Hát, testvérem, nem tud veled mit kezdeni Isten. Nem tud a te büszkeségeddel mit kezdeni Isten. Isten nem tud a büszkékkel mit kezdeni. Mert Isten a büszkéknek ellenállt. És alázatosoknak mit ad Isten? Kegyelmet. Mit akarsz, hogy Isten ellened álljon? Mit akarsz, hogy összedőltse a te építményeidet? Mit akarsz, hogy összedőltse a te terveidet? Tönkredegye a te életedet? Azért, mert te ellenkezel Istennel? Mert te büszkeségedben fölállsz Isten ellen? Vagy azt akarod, hogy megalázd a te szívedet, és azt mondod, Uram, itt vagyok, itt van a te szolgád, kész hallani a hangodat. Szólj az én szívemhez, szólítsd meg az én szívemet, kész vagyok cselekedni a te akaratodat. Atyám, kegyelmezz rajtam, nyisd meg az én süket fülemet, és nyisd meg az én vak szemeimet, és nyisd és azt a szívemet, azt a kemény, kőszívű szívemet, változtasd át. Atyám, kész vagyok, itt vagyok, kezdjél velem egy újat. És van ígéret. Imé mindent újjá teszek. Halleluja. Hiszed, hogy Isten újjá tehet a te életedben mindent? Nagy dolgokat éltünk át a múlt napokban is. Én megmondom testvérek, hogy minden nap történnek jelek és csodák. Én sok mindent már nem is tudok megjegyezni abból, ami megtörtént. Nagyon sokan azt mondják, hogy hol vannak azok a csodák, hol vannak azok a jelek, hol vannak azok a dolgok, amiről ír a Biblia, és hol vannak azok Istennek csodái. Itt vannak közöttünk. Ha te engedsz Istennek, akkor Isten nagy dolgokat fog cselekedni a te életedben is. Februárban mentem Ausztráliában, és jött két fiatal asszony utánam. Az egyiket ismertem, másikat még soha nem láttam azelőtt. Egyik katolikus volt, másik egy más közösségből, hívő közösségből. És ez a hívő közösségből való asszony terhes volt, és könnyek között mondta el, és azt mondja nekem, Sándor testvér, nagyon nagy bajba vagyok. És mondom, mi történt? Azt mondja, hogy az orvosok már régóta támadnak engemet, hogy vetessem el a babámat, mert hogy ilyen angol kóros, dankóros, igen, ilyen dankóros lesz a gyerek. És mondom, és te hogy, milyen hozzáállást gyakorolsz? És azt mondja, én úgy veszem, hogy Isten, amit ad, az így lesz nekem jó, és én nem engedem, hogy az én szívem alól kivegyék azt, amit Isten oda helyezett. És azt mondja, én ha olyan is lesz, akkor is fölnevelem ezt a gyereket. Megcsodáltam ennek a testvérnőnek a hitét, az ő hűségét, az ő szeretetét. De láttam, hogy össze volt a szíve nagyon törve. És akkor mondom, és mi a te kívánságod, miért jöttél el? És azt mondja, Sándor testvér, ha imádkozhatnál ezért a gyerekért, nekem ennyi elég. És mondom, nem engeded elvetetni, nem engedem. Ezt az Úrnak fölnevelem, akármilyen lesz ez a gyermek. És látnován ennek az asszonynak a hitét, az Úr Jézushoz való hűségét, szeretetét, ragaszkodását, fogtam az olajat, megkentem ezt az édesanyát olajjal,
és az Úr Jézus nevébe ellenálltam a betegség szellemének, és ráparancsoltam annak a gyerekben lévő betegségnek, Jézus Krisztus nevében kimész annak a testnek minden sejtjéből, és Jézus nevében hirdetem neked, drága gyermek, ennek az édesanya szíve alatt a te szabadulásodat és a te gyógyulásodat. Légy egészséges, és majd fölnősz, szolgáld az Urat. Nagyon hálás volt ez az édesanya, fölbuzdulva, és azt mondja, itt van az én katolikus barátnőm is, ő is kérne egy imát, és mondom, és miről van szó? És azt mondja, ő még nem tud teherbe esni. Azt mondja, hogy már 7 éve mindent megtettek a orvosok, már ilyen megtermékenyítést, jól mondom, gyakoroltak. Semmi nem sikerült, egyszerűen esélye sincs. Azt mondták az orvosok, hogy már nincs esély, hogy vége az egésznek, hogy nincs esély. És elhoztam ide, és hogy imádkozhatna ezért is. És akkor megkérdezem ezt a fiatalasszonyt. Drága fiatalasszony, hiszel Istenben, aki megteremtette az eget és a földet? Hiszek, azt mondja. És hiszel az ő fiában, Jézus Krisztusban, akit az Atya elküldött a bűnösök megváltására, megmentésére? Azt mondja, hiszem. És hiszed azt, hogy ez a Jézus Krisztus a te bűneidért is eljött, és hogy téged is megváltson? Azt mondja, hiszem. És hiszed azt, hogy azt, amit kérsz az Úrtól, hogy neked lehessen gyermek, hogy ezt ő megadhassa neked? Azt mondja, hiszem. A te hited vallomása alapján megkenlek téged olajjal, és hirdetem neked Istennek jókedvét. Áldjon meg téged Isten, és szülessen neked gyermek, és légy szabad. És azt mondja az Szentlélek, menj, és a te ellenségeiddel békülj meg, és menj és kér tőlük bocsánatot. Rám nézett ez a hölgy, és azt mondja, de én mindenkivel össze vagyok veszve. Mit mondom, jó hallom? Hát, hogy én ilyen rossz természetű nő vagyok. Hát mondom, akarsz babát? Azt mondja, akarok. Hát akkor menj mindenkivel békülj ki. De az sok lesz. Mondom, és neked ez nem éri meg? De megéri, megyek mindenki után. Testvérek, elmentem Ausztráliába, és már Ausztráliába jött a hír. Megszületett az a baba, amelyért imádkoztam, és teljesen egészséges. És az édesanya nagyon boldog édesanya, és dicséri az Urat, mert egészséges, gyönyörű kisfia született neki. Jött a másik hír, hogy ez a fiatalasszony áldásos állapotba jutott, hogy áldást vár az ő szíve alatt. Nagyon dicsőítettem az Urat, köszöntem az Úrnak az ő hűségét, az ő szeretetét, és hazajöttem Ausztráliából, jött a következő hír, hogy nem egyet vár, hanem kettőt egyszerre. Jó az Úr, testvérek! Jó az Úr! Halleluja! Lássátok, milyen az Úr! Milyen hűséges! Milyen csodálatos! És tudjátok, mit mondott ez az asszony? Hogy az orvosok, ahogy úgy vizsgálják ezt, azt mondja, úgy néz ki, hogy azon a napon már Isten megadta neki azt az áldást, mikor imádkoztunk érte. Még nem is tudta elvégezni, csak eldőlt a szívébe, hogy én akarom, Uram, én megyek, megbékülök az én ellenségeimmel, haragosaimmal így egyszerűen, és még csak ez a döntés megszületett az ő szívébe, és Isten már akkor egyszerűen az ő hűségében már megadta. És megduplázta. 7 évig nem lehetett. És a 7. éven, mikor ez az asszony megvallotta az Úr Jézust, befogadta, akkor ő egyszerűen Isten hűséges volt hozzá.
És itt van egy nagyon nagy felelősség, testvérek, hogy látok itt sok fiatalt, látok fiatal asszonyokat, fiatalokat, azokat, akik nevelnek gyermekeket, azokat még, akik szülnek gyermekeket. De van, látok itt nagypapákat, nagymamákat, és ennek is nagyon örülök. És hagy dicsekedjem el, hogy én is már ötszörös, jól mondom? Ötszörös nagypapa lettem. Isten így megáldott, és a hatodik unoka már az úton van. Úgyhogy már dicsérem az Urat, nagyon örülök, hogy egy ilyen gazdag nagypapa lettem, de ezáltal is nagyon érzek hatalmas felelősséget az én utódaimért. Érzem azt, hogy itten nem csak örülnöm kell, hanem itten valamit át kell adni, valami ajándékokat, valami nem csak az, hogy a kicsinek vezek biciklit, hanem valami komolyabb ajándékokkal meg kell ajándékozni. És tudjátok, milyen nagy dolog az, ha a mi gyermekeink lássák, a mi unokáink lássák a mi hitünket, lássák az Úr Jézushoz való ragaszkodásunkat, és azt mondják, hogy én is úgy akarom szeretni az Úr Jézust, mint a papa. Vagy én is úgy akarom szeretni az Úr Jézust, mint a mama. Vagy édesanya, vagy az édesapa. Örökségeket adunk a mi gyermekeinknek. Az én drága testvérem, fogok nézni az órára, tudom, hogy már kellene befejezni, de még egy fél órát kérek, jó? Folytathatom még fél óráig? Igen, jó, köszönöm. Az én drága testvérem felolvasott igéket, amelyekre szeretnék az Úr lelke vezetése által szólni hozzátok. Komoly dolgokat, testvérek. Nem akarok itten egzegézist végezni ebből az igéből. Erre vannak mások, akik megbeszélik a igének a hátterét és minden teológiai pontját, de én szeretnék nektek egy gyakorlati dolgot kihozni ebből az igéből. Azért, mert nagyon sok fiatal nővel, nagyon sok fiatal családokkal imádkozok és orvosolok nagyon sok embert. És ezek az emberek jönnek nagyon nagy bizalommal utánam, és nagyon sokszor jönnek olyan problémákkal, hogy a gyerekekkel baj van. Nagyon konkrét bajokkal jönnek. Példát egy Lengyelországban történt. Egy prédikációm után, ez egy hónappal ezelőtt, azért még emlékezem, mert egy hónappal ezelőtt történt, hívtak egy család, hogy imádkozzak a gyerekükért. És kezet adtam a édesanyának, akit nem ismertem, az édesapának, és odajöttem a kicsihez, és úgy hozzáhajoltam mosollyal, és üdvözöltem őt, tolókocsiba volt ez a gyerek, és úgy köszöntem neki, mondom, mi a te neved, hogy hívnak, Aranyoska? És ez az volt a válasza, hogy így saját magát pofon vágta. Mondom, szeret téged az Úr Jézus, másik pofont. És ahogy mondtam a dolgokat, elkezdte magát pofozni és magát sértegetni, bántani. A Szentlélek azt mondja, hogy elvetettség szelleme. Ránézek a szülőkre, láttam, hogy úgy szégyelték, hogy mit csinál a gyerek, de hát... Értették azt is, hogy látom, hogy gond van a gyerekkel. Mondom az édesanyának, drága édesanya, te már meg vagy térve? Azt mondja, megtértem. És megvallottad az Úr Jézusnak azt is, hogy te ezt a gyereket nem akartad? Abba a nyomba elkezdett sírni, mint a zápor, ez az édesanya. Mondom, elvetettség szelleme van a gyereken. Hát nem látod? Szeretettel közeledek hozzá, ő elkezdi pofozni magát. Ez elvetettség. Ő nem tudja elfogni a szeretetet. Nem fog, egyszerűen ő, az a szellemiség, ami benne van, ez elvetettségnek a szelleme. És mondom, valld meg az Úr Jézusnak. Nem is kérdeztem, hogy így van, vagy nincs. Valld meg az Úr Jézusnak, hogy mi történt, és miért keseredtél el, és miért átkoztad meg ezt a gyereket, mikor a szíved alatt volt.
És akkor kijött az ő szívéből az, hogy nem akartam már gyereket is, és nagyon haragudtam, hogy terherbe estem is, és átkozódtam. Mondom, és te most akarod, hogy én imádkozzak, és akarod, annélkül, hogy te ebből megtérni? Ezt tehát meg se vallottad az Úrnak, és azt gondolod, hogy ez el van felejtve? Hát ott van, rá van írva a te gyerekednek a lelkére. Testvérek, figyeljétek meg, mink adunk örökséget. Mikor az angyal odajött a Manoach feleségéhez, azt mondja, ne egyél olyat, ne igyál olyat, ne tegyél olyat, egyszerűen miért? Hát nem elég, nem azt mond, miért nem mondta azt, hogy majd ő ne igyon, majd ő ne tegyen, ő ne cselekedjen olyan dolgok. Miért nem elég, hogy csak ő majd, mikor megszületik, ott van majd a startolópont talán, és akkor jó lesz a gyereknek a dolga. Miért már a édesanyára ráparancsolta, hogy te se igyál, te se egyél, te se tegyél? Miért? Tudjátok miért? Azért, mert a gyermeknek a lelkére íródik rá. Minden gondolatod, minden érzésed, minden érzelmed. Drága édesanyák, drága fiatalok, fiatal lányok, fiatal asszonyok, ti, akik még szülni akartok, vagy ha nem is akartok, de még szülni fogtok Isten akaratából, kérlek benneteket, első perctől fogva, ha ti azt veszitek, hogy áldott állapotba vattok, köszönjétek meg az Úrnak, hajoljatok meg Isten előtt, és azt mondjátok, Istenem, legyen meg a te szent akaratod, és áldom ezt a magzatot az én életembe, és legyen áldott ez a gyerek az én szívem alatt. Vigyázzatok, ne keseregjetek, ne lázadozzatok, ne ugráljatok a székről. Az egyik testvér azt mondta, mikor az én feleségem teherbe esett, már a 5. vagy 6. gyerekkel, azt mondja, annyira dühös volt, annyira ideges volt, hogy nem akarja ezt a gyereket, hogy még székről is ugrált le a földre. Hívő asszon létére, testvérek, és azt mondja neki, ne csináld, azt mondja a férje, ne csináld, asszony. Persze a férjét is okolta, még dühös volt, azt mondja, mert Isten megbüntethet téged ezért, és születik neked egy hibás gyerek, mert te így Isten ellen vétkezel. Akkor is csinálta, született neki egy hibás gyerek. És tudjátok, annyira nehéz volt orvosolni ezt a helyzetet, mert láttam, hogy szenved a férfi, láttam, hogy szenved ez az asszony, láttam, hogy szenved az a gyerek, és már 8 éves volt a gyerek, és még mindig pelenkázták, és még mindig olyan volt, mint egy kis baba. És akkor jött ez a testvér, megtértek ezek a házas felek, megtértek, és tudjátok, mikor úgy sírva átadták a dolgukat, és megvallották ezeket a dolgokat. Megkentem ezt a gyereket olajjal, imádkoztam érte, és azt mondta édesanya, hogy attól az időtől nem kellett már pelenkázni. És ez a gyermek már vágyakozik Jézus Krisztus után. De még mindig Isten rajta hagyta a csapást, és most megyünk bele egy szellemi harcban, ezek nagyon friss dolgok, megyünk be egy szellemi harcba, hogy ez a gyermek megszabaduljon ilyen démoni erőktől, mert van, mikor nagyon nyugodt ez a gyermek, és vannak olyan pillanatai, hogy gyötri az egész családot, gyötri az anyját, gyötri az apját. És itt van, testvérek, az, hogy nem mindegy, drága édesanya, és hozzád is szólok, drága édesapa, nem mindegy, hogy beszélsz a te feleségeddel, mikor terhes, nem mindegy, hogy a te feleséged idegesíted, vagy szereted, és türelemmel, és nagyon nagy szeretettel odaállsz, mert az mind az a gyermek lelkére föl van írva minden te viselkedésed. Ha idegesíted a te feleségedet, rá van a gyerek lelkére, az ő idegi rendszerébe bele van írva. Ezért hatalmas felelősség van rajtunk, akkor, mikor várandó az édesanya. De nem csak az édesanyán van ez a felelősség,
lőség, hanem az édesapán is, hogy az édesapa is szeresse a feleségét, türelmes legyen. Ne csak a maga kívánságaira és a maga vágyaira gondoljon, hanem arra gondoljon, hogy most Isten valamit újat tesz az én családomba, és én nekem nagyon türelmesennek kell lenni, nagyon nagy szeretetbe, és nagyon kivárni Istennek dolgait. Hogy ne idegesítsem, ne féltékenységbe ne hajtsam az én feleségemet, vagy valami elszomorodásokba, vagy keserűségekbe. Ez egy hatalmas felelősség. Figyeljétek, az angyal azt mondja az asszonynak, figyelj, oda kell figyelned. A szolgálatom során rengeteg ember jön, és minél tovább, annál több fiatal szülő jön a beteg gyerekekkel. Már jövő holnapra, az úrvacsorai alkalomra, már 7 órára, már jönnek megint fönn Szlovákiáról, megint egy gyerekkel, mert megint nagy baj van, és imádkozni. Még nem láttam azokat az embereket, de jönnek, mert akarnak szabadulni. Nagyon nagy terheket hordoznak a szülők. Hogy mondjak el bizonságot az én életemből? Mikor az én feleségem Várád Andos volt a 6. gyermekkel, akkor tudjátok, egyszerűen úgy éreztem, hogy már akkor láttam, hogy minden emberi élvezeteknek az én életemben vége. Még azt gondoltam, no, ezek még fölnőnek, ezek a gyerekek, akkor még egy kicsit fogunk tudni élvezni, ugye, hogy még ide utazunk együtt, elmegy velem evangelizációra a feleségem, és legalább annyit nyerünk magunkért, hogy együtt lehetünk. Testvérek, jött a 6. gyermek, és első gondolat, olyan szomorú voltam, hogy így lesz ez. És tudjátok, hogy mi történt? Úgy megítélt a Szentlélek, és azt mondta, hogy nem, te fogsz örülni minden ajándéknak, amit én adok a te életedbe. És úgy megbántam, megbántam azokat az érzéseket. Én nem mondtam ezeket ki, csak bennem voltak ezek az érzések, és tudjátok, mi történt? Elvetélt az én feleségem. Elveszítette ezt a 6. babát. És én nekem olyan fájdalom jött a szívembe, és Isten megpróbált engemet, valóba te megtértél. És mikor oda mentem a feleségemhez, és láttam, hogy ő sír, és fáj neki ez, mondom, ne félj, kérünk az Úr Jézustól, kérünk, újra kérünk. Rám nézett, és láttam, hogy megnyugodott. Attól a pillanattól már nem sírt, és látta, hogy teljes lelki egységbe és szeretetbe vagyok vele. És megszületett a 6. gyermek, megszületett a fiam. Bizonyára némelyek ismeritek is, milyen áldásos ez a kisgyermek. Nagyon nagy áldás ez, testvérek, hogyha mink első pillanattól fogva egyszerűen Isten kezébe bízzuk. Van valaki, én csodálkozok azon, testvérek, hogy Németországban rettegnek attól, hogy valakinek 3 gyereke legyen. Egy gyerekük van, de 3 kutyájuk van. Ekkora, hát mondom, lehetne inkább egy tehenet, egy tehenet tenyésztenének helyette, és lehetne fejni több gyereknek belőle. Tehát ebből a kutyából se szalonna nem lesz. Mondom, de ez van. Aztán rettegnek attól, hogy szaporodnak azok az emberek, akik ott nem kívánatosak. Ugye? Ezeknek a németeknek. Bocsánat, hogy ilyen nyíltan beszélek ezekről a dolgokról, de ez van. Testvérek, és látom, hogy Istennek haragja, Istennek átka megy mind arra a nemzetre, aki Isten áldásától irtózik. Aki fél Isten áldásának. Örüljetek Isten áldásának. Örüljetek, ha Isten ad gyerekeket, ha ad unokákat, ha ad báránkákat,
add majd legelőt is. Add mindent arra, amire szükség van. Figyeljetek rám, 6 gyermek nőtt a mi családunkba, és nő is, ugye? És nem vagyok szegényebb senkitől. Német, akinek ugye más a pénztárcája, fél, hogy nem él meg, és ez szegény magyar, vagy ez szegény szlovák, vagy ez szegény ukrán, ugye, egyszerűen nem fél, mert elfogadja Istennek áldását, és Isten megáldja. Isten ad báránkákat, Isten ad legelőt is. És tudjátok, itten nagyon kell vigyázni, hogy az alatt a idő alatt, ami alatt idő alatt hordja az édesanya, a szíve alatt ő nem gondolhat, amit akar, nem cselekedhet, amit akar, és nem is fogyaszthat, amit akar. Mert itten felelősek vagyunk, és nagyon érdekes volt, hogy Isten ezt ráparancsolta az asszonyra. De amikor az asszony ezzel úgy megosztotta az ő férjével való dolgot, tudjátok, mi történt? A férje is egyszerűen elkezdett érdeklődni Isten akarata után. Drága édesanyák, ne féljetek megmondani a ti férjeiteknek, akkor, mikor úgy érzitek, hogy Isten rátok bízott valamit, és hogy valahogy másképp, egyszerűen nyílt beszédet tartsatok. Merjetek szólni, merjetek beszélni a ti férjetekkel. Férj merjé beszélni a te feleségeddel, feleség merjé beszélni a te férjeddel olyan érzéken, háklis dolgokról, olyan dolgokról, amelyek olyan difintomosak, nem tudom, hogy kell ezt magyarul mondani. Merjetek beszélni. Tudjátok, hogy mi a családoknak a problémája? Hogy nem beszélnek, a fér a feleséggel nem beszél. Képernyő megy, de hang nem megy. Ugye? Nálatok nincs ilyen probléma. Nálatok megy a ernyő is, még a monda is megy. Nálunk Szlovákiában úgy van, hogy együtt él a fér a feleséggel, egész nap egymáshoz nem szólnak. Ugye? Hát itt ne legyen Magyarországon így. Én kérlek benneteket, testvérek, drága férfiak, beszélgessetek a ti feleségeitekkel. Szánjatok időt arra, hogy leültök, és nem csak másokkal beszélni, hát a feleségeddel tudjál beszélni. És ugyanúgy, drága feleség, beszéld meg a férjeddel, beszéld meg aggodalmaidat, beszéld meg, hogy mit akar Isten, a te, valami ott van a te szíved alatt, és hogy itt közösen felelősek vagyunk. És figyeljétek, nem elégedett meg a férfi azzal, hogy Isten szólt a feleségéhez, azt mondja, én hozzám is szóljon. És ez a férfinak a feladata, testvérem, keresd az Úrnak a orcáját. Nem elég, hogy szent a te feleséged, neked is szentnek kell lenni. Nem elég, hogy a te feleséged hallja Isten hangját, neked is kell hallani Istennek hangját. Nem, ne azt mond, hát én feleségem olyan jó, ő úgy elimádkozik értem, ő hát én úgy el vagyok mellette, úgy jó vagyok mellette. Nagyon sok férfi a hívőségében úgy ráakaszkodik, mint kocsira, tudjátok, a gyerekek úgy szoktak, mint mikor olyan kis haszontalan gyerekek voltunk, akkor mentek a parasztok a kocsival, és akkor kiszaladtunk az utcára, és a kocsira ráakaszkodtunk, és vittek, úgy mosolyogtunk egymásra. Így sokszor a férfiak is ráakaszkodnak a feleségükre, és a feleségük viszik, 20 éve már így viszik. És csak mosolyognak, milyen jó nekem. Ugye? Ingyen. Ne, ez nem jó. Felelősek vagyunk, testvérek. Ha te feleséged hallja a Isten hangját, neked is kell hallani. Keresd az Urat. És kereste ez a Mánoák az, hogy hozzá is szóljon az Úr. Keresd, drága testvérem, keressétek az Urat, ameddig megtalálható. Mert késő lesz. Aztán jönnek a testvérek. Jönnek a házasok, jönnek a szülők, és hozzák a gyerekeiket. Rettenetes dolgok. Rettenetes testvérek, sokszor megszállottak a gyerekek. Még csak kijönnek a anya méhéből, már megmutatkozik a megszállottság. Gondolom, hogy mondtam, beszéltem nektek erről is itt már, hogy
Olyan is történt, hogy valóban gyermekkorától megszállva volt a kicsi, és verte a szülőket, és egész 5 éves koráig, ameddig odahozta a szülő, anya és apa odahozták, hogy imádkozzak érte. És néma volt a gyerek, és soha nem, ki nem mondta még azt se, hogy anya vagy apa. És aztán, mikor megtértek a szülők, mikor leleplezte a Szentlélek, mikor kihozták a szívükből a bűneiket, letették Golgotai kereszt alatt, megvallották a bűneiket, aztán az Úr Jézus nevébe ellene álltunk a gonoszság szellemének. Ki volt űzve a gonoszsága? A gyermek, tudjátok, ártatlan gyermek, és mégis. Már az anya szívé, már méhébe egyszerűen már az ördög igényt tartott erre a gyerekre. Ezért kifelelős az édesanya. És mondom, az édesanya bevallotta is, és megmondta, hogy mi alapján történtek. És mikor ez megtörtént, megszabadult a kisgyerek, 5 éves kislány, és azt mondja, kérdezi édesanya, hogy mit fog a bácsi? Azt mondja, a kezemet. És azt mondja, és mi van neked itten? Azt mondja, a szemem. És mit van neked itt? Azt mondja, a fülem. És először elkezdett 5 évesen beszélni ez a kislány. Értsétek meg, hogy milyen átok sújtja azt a gyereket 5 éven keresztül, ő ki nem tudta mondani, hogy mama. És az édesanyja bűne miatt, az átok miatt, amiért egyszerűen nem úgy cselekedett, ahogy ezt Isten akarja. Akartok áldott anyák, áldott szülők lenni? Kérlek benneteket, az Úr Jézus nevében, ne szaporítsátok Istennek fájdalmait. Mert a ti fájdalmatok megsokasodik. Még jó, hogy Isten ad kegyelmet. Még jó, hogy Isten fölnyissa azokat a forrásokat, a kegyelmi forrásokat, hogy leveszi ezeket a fájdalmakat, ezeket a átkokat. Testvéreim, de én kérlek benneteket, hogy felelősek legyünk, úgy édesapák, úgy nagypapák, úgy édesanyák, úgy nagymamák, felelősséget érezzünk, és úgy cselekedjünk, valóban halljuk meg Isten hangját. Mánuel azt mondta, én akarok találkozni, én is akarok találkozni az Úrral. Én is akarom hallani az angyal hangját, hadd szóljon hozzám. És Isten megmutatta az ő dicsőségét, és megláthatta. Lejárt a mi időnk, van még egy igerész, amihez nem tudtam hozzászólni, holnap délelőtt majd folytassuk, testvérek. De még egy dolgot elmondok a gyermeknevelésben. Megint a megtapasztalás szintjén, én majd remélem, hogy holnap lesz egy olyan alkalom délután, hogy megint fogtok kérdezni, kérdéseket tenni fel, és nagyon nagy szeretettel fogok válaszolni, és ha nem fogom tudni én, akkor majd megkérek valaki mást, akinek lesz ezen a téren tapasztalat. De én kérem, hogy úgy készítsetek magatoknak kérdéseket, olyan kérdéseket, amik mindenki számára építhető lehet. Hogy megint a megtapasztalás által észrevettem azt, hogy vannak gyerekek, minél tovább olyan gyerekek, akik nem bírják végigcsinálni a dolgokat. Egyszerűen elkezdenek egy iskolát, 1-2 évet megcsinálnak belőle, és már változni akarnak. Nem állják meg a helyüket. Belekezdenek valami munkába, munkahelyre, 1-2 hónap után ott hagyják, mert rossz a főnök, rosszak a kollégák, rossz a munka, akármit kitalálnak, mindig más a rossz, csak ők a jók. Csak az a egy probléma, hogy nem maradnak meg a helyükön. Testvérek, és nagyon sokszor az ördög így becsapja az embereket, és tudjátok, hol van ennek a gyökere, ennek a álhatatlanságnak, jó mondom, álhatatlanságnak, a szülői nevelésben. És tudjátok, hogy hol? Ott, ahol a szülők nem törik meg
a gyereknek, gyerekek akaratát. Mindig a gyerek azt csinál, amit akar. Azt mondja az édesanya, fiam vagy kislányom, takarítsd össze, amit szétdobáltál a gyerekszobádba. Nem, anyu, nekem most én ezt csinálok, vagy azt csinálok. Ha jó van, akkor te csináld azt, én majd meg összetakarítok. Vége. Ez egy rontás a gyereken. Egyszerűen vagy add ki a parancsot, és aztán következetes legyél benne, és a takarítás megtörténik fogcsikorgatások alatt is, vagy aztán ne add ki a parancsot, és takaríts ki magad. De egyszerűen, ha te nem töröd meg a gyereknek a akaratát, akkor azaz, hogy mikor jönnek a problémák, jönnek a nehézségek, a gyerek nem tudja végigcsinálni a dolgokat. Jön egy legkisebb probléma, vagy a iskolába, vagy akkor mindig a tanárbácsi a hibás, vagy a tanárnéni, mindig a osztálytársak a hibásak, mindig a másik a bűnös azért, hogy te egyes kaptál. Nálunk egyes a jó, de nálad tudom, hogy egyes a rossz. Úgyhogy hát mindig az a másik a hibás. És nagyon sokat találkozok a nevelésben ebben a gyerekeknél, és a szülők jönnek sírva, hogy nem bírnak a gyerekekkel, hogy egyszerűen ez van, az van. Testvérek, van egy Szlovákban egy ilyen közmondás, hogy ohíbaj maj mamko pokiaszom Janko. Az azt jelenti, hogy hajlíts meg engem, édesanyám, ameddig Janika vagyok. És tovább mondja, nye ohnyes ma mamo, kegyja bugye miana. Azt mondja, édesanyám, te nem hajlítsz meg engemet, majd ha én János leszek. Értitek? Mikor még Janika vagyok, akkor még meghajlítsz engemet. De addig hajlíts engem, ameddig Janika vagyok, mert ha már János leszek, akkor már nem hajlítsz meg engemet. És itt van arról, tudjátok, én is követtem el hibákat. Ezért mondom nektek is, hogy én is fájlalok némely dolgokat az én nevelésembe, és látok konkrét hibákat. Én kérlek benneteket, ne úgy vegyetek engemet, hogy itten egy tökéletes édesapa beszél hozzátok. Nem, én hibákat követtem el, és látom aztat némely gyermekeimen, nem mindegyiken, egy-két gyermeken látom, ahol már úgy voltam, jaj, de aranyos vagy. Na jó van, majd a papa ezt megcsinál, majd a édesapa ezt helyre teszi. Mai napig helyre rakom a dolgokat. Mai napig, majd a édesapa eltakarítsa. Mai napig takarítom a dolgokat. Szégyellem magamat, de ha nem akartok követni engemet a hibáimba, térjünk meg ezekből. Ameddig még megtérni lehet. Már hajlígatom őket, de nagyon ropog, nagyon, tudjátok már, a János az már nagyon vastag gerenda, és egy ilyen vastag gerendát meghajlítani, na. És ezért úgy, ezeket a dolgokat úgy szerettem volna ma este nektek úgy elmondani, hogy amit az Úr mond, akkor aszerint, tudjátok, a gyereknek, meg kell térni, nem 10 éves korába, hanem tudjátok mikor? 20 évvel azelőtt. Megértettétek, miről beszélek? A szüleikbe kell a megtérés, hogy már történjen. Persze, hogy eljön a gyereknek a megtérésének a ideje is, de ha akarjátok, testvérek, akkor már mi szülők abban a megtérésben, abban a valóban alázatban, de következetességben is kövessük az Urat, hogy következetesek legyünk abban, amit mondunk. Mert ha azt mondja az édesanya, nem állszál oda, mert kikapsz, és aztán az a kicsi fölmászik, és elkapja, és megpuszígassa, akkor tudjátok, mit fog csinálni? Egy pillanat múlva újra fölmászik oda. És akkor csókolgathatod, akkor is majd oda mászik, ahova már te nem fogsz tudni menni csókolgatni. Értitek? Ez nagyon veszélyes dolog. Ha
Vagy ne mondd ki, vagy következetes légy. Ha azt mondod, kikapsz, akkor még jó, hogy a szalagon nem látni. Majd akik fogják hallgatni, azok megkérdezik, hogy mit mutatott a Barkóczi Sándor. Legyetek áldottak. Meghajtjuk fejünket, imádkozunk. Olyan csodálatos volt, drága mennyei atyánk. Úgy érezzük azt, hogy nyög az egész föld, és egy nagyon nagy hanyagság történt ezekben az időkben és a múlt időkben, generációkban, a nevelésekben. És nem kérdezte az a nép, és nem kérdezte ez a nemzedék a te utadat és a te akaratodat. A saját kedvükre és a saját képükre formálták gyermekeiket, és a saját képük engedetlenség és gonoszság volt a szívükbe. És így gonoszsággá vált az egész világ. És nyög a föld, és remeg, mert jön a megváltó, és sír ez a föld, mert jön az ítéletnek ura. Ó, jöjj, drága megváltó, és szabadíts föl bennünket. Szabadíts föl bennünket arra, hogy hallgatva a te igédet, a te beszédedet, befogadjuk a te igédet a mi szívünkbe, és ne emberi erőlködésből, ne emberi akaratból csak, hanem a te akaratodból és a te erődből, a Szent Lelked munkája által változzunk el, és engedjünk neked a te szent akaratodnak. Hogy lássák a mi gyermekeink, lássák a mi utódaink, lássák a mi unokáink és dédunokáink, hadd lássák a mi engedelmességünket, és hadd dicsőítsék Istent a látogatás idején. Drága testvérem, most mikor megvan hajtva a te fejed, a te szíved Isten előtt, és úgy szólt hozzád Istennek szent lelke, és úgy megláttad azt, hogy valahol nem voltál következetes, valahol nem vetted komolyan Isten beszédét, valahol becsúszott valami ördögi dolog a te életedbe, a te családodba, és úgy érzed, hogy meg akarsz ebből térni, és úgy érzed, hogy akarsz engedni a Szentléleknek, hogy egy újat kezdjen a te életedbe. Ha itt vagy, és úgy érzed, hogy ez te vagy, emeld fel a kezedet, fogok érted imádkozni. Legyetek áldottak. Dicsőség Istennek, te is légy áldott. Legyetek áldottak ott, hátul is. Itt elő, fiatalok, legyetek áldottak. Dicsőség Istennek. Halleluja. Ó, jöjj, Szentlélek Isten! Te látod ezeket a drága szíveket, amelyek nyílnak a te beszédednek, nyílnak a te érintésedre, úgy, mint mikor megérinti a világosság, mikor a napocska rásüt a bimbóra, a virág bimbóra, és az megnyílik, így nyílnak ezek a szívek a te lelked érintésére. Ó, jöjj, Szentlélek Isten, és érintsd ezeket a szíveket. Gyógyulj, drága édesapa, gyógyulj, drága édesanya, gyógyulj, drága gyermek, gyógyulj, drága testvér, testvérnő, gyógyulj, drága barát. Jézus nevében gyógyulj és szabadulj, és gyógyítsd a te környezetedet, mert erre hivatott el téged Isten, hogy megjelenjen benned Isten fia Jézus Krisztus, az ő jelleme, az ő élete. Légy áldott az Úr Jézus drága nevében. Amen.